A Záhonyi közútfejlesztési program 5 ütemből áll, Fényes Litkétől Záhonyig több mint 21 kilométer hosszan végeznek útfejlesztéseket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából. Az útszakaszon átépült egy vasúti átjáró és további 3 vasúti átjárót teljesen felújítottak. Ezek mellett elkészült a csapadékvízelvezető rendszer és a kapcsolódó közmű kivilágítás kiépítése is. A 21 kilométeres szakaszból péntek délelőtt a Komorú és Tiszabezdét közötti 5 kilométeres felújított távot adták át. Ez konkrétan 1.300 millió forintóval, amivel többbe került a magyar államnak, pontosabban a magyar állam és az unió közös finanszírozásában készült beruházás 85-15%-ban osztódik meg. A jelentősége még inkább fog emelkedni, hogyha a hiányzó útkapcsolatok is megépülnek, hiszen folyamatban van a Fényes Litkével kerülő szakasz és a Lincses számú bekötésének a programja is. A záhonyi fejlesztés mellett fontos a Vásárosnaménytól Záhonyig tartó M34-es gyorsforgalmi út építésének előkészítése, véli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Baracsi Endre szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minden útfelújítás jelentős és fontos beruházás. Ez az útszakasz is nagyban hozzájárul majd az, hogy az itt élők életminősége, azt hiszem, hogy olyan jelentősen emelkedjen, amely valóban láttatja majd azt a munkát, amelyet belefektetett mind a kormány, mind pedig a megye abban, hogy ez a térség is, úgymond, hogyha már ugye a fejlesztési koncepcióra is visszatér, vagy utalhatok egy picit, ahol ugye a Záhony térségét decentrumként kezeljük, tehát hogy ezt a decentrum jelentőségét is egy picit kiemeljük ezekkel a beruházásokat. Tehát úgy gondolom, hogy ez a beruházás nagyon kellett, nagyon jó, hogy megvalósult, és örülünk annak, hogy ebbe az évben még lesznek beruházások, amiért jöhetünk ebbe a térségbe. A Záhonyi térségben a tervek szerint decemberben ér véget az 5 szakaszból álló komplex közúthálózat fejlesztési sorozat. A beruházás célja, hogy ez a központ újra a térség motorja legyen. Előnyös beruházás ez a számunkra, mert a Záhony gazdasági területeit, a ipari területeit ezzel nyitják meg a forgalomnak, elkerülve a lakott településeket. Ipari területünk ezek az út mellett találhatóak, és az elérhetőségük, megközelítésük ez nagyban fogja befolyásolni, vagy pozitívan fogja befolyásolni. Magyarország pozíciója és gazdasági teljesítő képessége folyamatosan fejlődik, a beruházás pedig lehetővé teszi az itt élők itthon tartását és könnyebb munkavállalását, emelte ki Tasó László államtitkár.